A Magyar Tudományos Akadémia 1997 óta emlékszik meg a magyar tudomány ünnepéről. 2003-tól pedig hivatalosan is november 3-a, azaz Széchenyi István a Magyar Tudós Társaság létrehozására való fölajánlásának a napja az, mikor hazánk kiművelt emberfőire emlékezünk. Lónyai Menyhért 1871-től 13 éven át töltötte be egészen a haláláig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztjét, így a Lónyai 200 emlékév szervezői úgy gondolták, konferenciát szentelnek az eseménynek. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából, ugye, ami közel egy hétig tartó rendezvénysorozat, nem nálunk, hanem országos szinten, úgy gondoltuk, hogy ugye a hagyományoknak megfelelően minden évben más településen kerül ez megrendezésre. A Lónyai 200 emlékév apropója kapcsán pedig azt találtuk ki, hogy nyilvánvalóan, mivel kötődik Lónyai Menyhért is a Magyar Tudományos Akadémiához, ezért nálunk legyen ez az esemény, és természetesen külön másról szólna, mint Lónyai Menyhértről. A konferencia köszöntői után professzor dr. Szakály Sándor tartotta meg az első előadást Lónyai Menyhértről, mint az akadémia elnökéről. Ha megnézzük a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Tudós Társaság elnökeit, akkor Lónyai Menyhért a negyedik azon elnökök között, akik a leghosszabb időt töltötték el, tehát ő 13 esztendeig volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, elnöké választását követően 13 évig működött, és a halál fosztotta meg ettől a tisztségétől, tehát nem lemondott, nem leváltották, befejezte a földi pályafutását. Én azt gondolom, hogy Lónyainak ebben a tisztségben a bekerülése részben az ő politikai, pontosabban pénzügypolitikai vagy pénzügyi gazdasági ismereteinek is köszönhető volt. Hozzátéve azt, hogy 1858-tól már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, és később pedig alelnöke. Tehát alelnöki posztról kerül az elnöki posztra Eötvös József halála után, és sokat tesz azért, hogy a Tudományos Akadémia, hogy mondjam, anyagi helyzete, pénzügyi helyzete rendeződjön. A következő előadó dr. Hamza Gábor volt, aki olyan oldalról vizsgálta Lónyai Menyhértet, mely kissé mellőzött, ugyanis a közjoggal való kapcsolatáról értekezett. Lónyai Menyhért jogi tanulmányokat is folytatott, bölcsész tanulmányai mellett, ez dokumentálható, és ami szintén nagyon lényeges dolog, hogy mint a Magyar Tudományos Akadémia elnök 1880-ban elnyerte az akkori Budapesti Magyar Királyi Tudományi Egyetem részéről az államtudományok tiszteletbeli doktora címet. Lónyai igaz, hogy mint politikus és mint közgazdász ismert elsősorban, azonban politikai tevékenységének és gazdasági, közgazdasági munkásságának egyaránt nagyon fontos eleme volt a jog, hiszen a jog nélkül ez a közjogra és a magánjogra egyaránt vonatkozik. Nem lehetett sem politikai munkásságot, tevékenységet, sem pedig államépítő, közgazdasági munkásságot folytatni. A harmadik előadó pedig dr. Cíger András volt, aki Lónyai Menyhértet, mint a modern magyar pénzügypolitika megteremtőjét mutatta be.